Köszöntelek benneteket ezen a felvételen a Maják naptára június 18-án. Ez a naptár egy régi és egy nagyon precíz naptár. Ebben a naptárban van összesen 20 hullám vagy rezgés. Ez olyan, mint nálunk a hét. Egy rezgés mindig 13 napig tart. A mai nap tehát június 18-a a harmadik rezgésben van, és ez a tizedik nap ebben a hullámban. A tízes számnak is van egy jelentése, és utal egy új kezdetre, vagy arra, hogy valamit lezárunk az életünkben, és nyitottak vagyunk egy új kezdetre. Ebben a harmadik hullámban Manik uralkodik, és Manik annyit jelent lefordítva magyarra, hogy kéz, és a szimbolikus jelentése, hogy vegyük kezünkbe a dolgokat. A mai nap kép hatása alatt áll. Kép lefordítva annyit jelent, hogy bagoly. És mit közöl velünk ez a bagoly a mai napra? Mi a szimbolikus jelentése? Itt a múltról van szó, az őseinkről. Egy visszatekintés a múltba. Az emlékek fontosak a mai napon. Ez a kép energia mutatja azt is, hogy valaki visszatér a múltból, vagy valaki emlékezik rátok. De mivel itt az ősökről is szó van, kell most nálunk ez az érzés, hogy itt le vagyunk gyökerezve. Vagy feltegyük a kérdést, honnan származunk, mi fontos számunkra a múltból, mi köt össze bennünket az őseinkkel. Ezek a témák a mai napon. Amit még ez a kép energia ajánl nekünk, egy hely, ami számunkra megnyugtató, és érezzük ennek az erejét. És ez, ami a mai napon számunkra szükséges. És ez volt a felvétel a Maja naptárból. Köszönöm figyelmeteket, viszonthallásra!